legutóbb az NB1-es csapatunk és a klub évét értékeltük Nagy Attilával és Rosta Piruval. Sziasztok, üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel ezen a héten is. Ezen a héten a következő alkalommal a beszélgetésünk második részében az utánpótlás csapataink évét értékeljük. Rosta Piruval természetesen, mint utánpótlás igazgatóval és Nagy Attilával, a klub elnökével. Az elmúlt szezont értékelő beszélgetésünk második felében az utánpótlásra fókuszálunk Rosta István utánpótlási igazgatóval és Nagy Attila klubelnökkel beszélgetünk. Piru, milyen évet zárt az utánpótlás? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kézenfekvő kérdés, viszont én sejtem és tudom, hogy azért a válasz ennél sokkal bővebb és jókedvűbb és optimistább lesz. Így van, üdvözlöm a kedves nézőket! Ugyan az elmúlt adásban, kicsit én is a múlttal kezdeném, egy Covid terhes időszakot éltünk túl ugye a 21-es szezonban, és a 21-es szezont is nagyon óvatosan kezdtük, sok bizonytalansággal, de aztán minden jó, ha a vége jó, azért nagyon eredményes és sikeres évet tudott zárni a GKK utánpótlása. Csak egy pár számodat. 322 bajnoki meccset játszottunk, több mint 30 ezer kilométert utaztak a csapataink, és több mint 2200 edzést tudtunk tartani ebben a szezonban. Impresszív számok, bele lehet gondolni, hogy azért az a majdnem körbe lehet autózni a földet. 30 ezer kilométer egy kicsi ilyen, mondjuk azért lehet. Korosztályokra lebontva, hogy nézett ki a szezonunk? Kik voltak azok a korosztályok, akik az elváráshoz képest jobban teljesítettek, vagy rosszabbul, vagy hozták az elvárásokat? Nem tudnék kiemelni senkit se lefele, mert mindenki nagyon sokat fejlődött, minden csapatunk. Aminek nagyon örülök, egyrészt, hogy a szivacsot újra tudtuk építeni. Azt gondolom, hogy a Covid-nak a legnagyobb vesztesei azok a kisiskolások voltak, hiszen vagy nem engedték őket edzeni az iskolákba, vagy pedig nyilván a szülők féltették őket. De újra tudtuk ezt a szivacsot építeni, ez nagyon jó. Úgymond a bőrlabdások közül minden korosztályunk vagy régióban dominál, vagy pedig országosan dominál, de ha már kérdezed, akkor azért kiemelnék egy-két csapatot. Mindenképpen az U14-es lánycsapat kívánkozik az ére, Konkó-Szegedi Orsai és Horváth vezetésével az ország hat legjobb csapatába tudtak bekerülni. Ez egészen hihetetlen, hiszen szinte csupa-csupa NB1-es csapatot előztek meg, akadémiákat előztek meg, úgyhogy nekünk nincsen ugye felnőtt női csapatunk, ez országos hír eredmény volt Orsiéktól. És azt azért tegyük hozzá még az Orsiék csapatához, hogy abszolút nem feltett kézzel harcoltak a legjobb hat között sem, hiszen legyőzték a Ferencvárost, legyőzték a Kozár Mislent, a Szegedet, az első kettőt legyőzték. Akik tényleg olyan nagy nevű csapatok utánpótlásait adják, akik NB1-es felmenőkkel rendelkeznek. Így van, és ha már az Orsiék csapata, ugye az egyik szemünk, vagy mind a két szemünk nagyon-nagyon nevet az eredmény után, másik oldalon viszont 8 játékost igazolnak el ugye az akadémiák, 2 kislány már télen elment tőlünk, fél évkor, és most pedig 6 kislány dönt úgy, hogy máshol folytatja, aminek nyilvánvalóan egyrészt nagyon örülünk, és nagyon-nagyon sok sikert van, másrészt ugye megnehezíti nekünk a következő generáció, vagy következő csapatoknak az indítását, de azért ott is vannak sikereink, a serdülő lányaink aranyérmesek lettek a harmadosztályban itt a saját csoportjukba, és akkor egy picit előrugrok, és jövőre lesz az, hogy lesz ifi csapatunk, U19-es csapatunk, nagyon-nagyon nagy hiány volt, mindig gyöngyös és nagyon nagy hiánypótló dolog ez, hogy tudunk most már a lányoknál is ifi serdülő csapatot is majd indítani. A lányokról kanyarodjunk vissza a fiúkhoz, hiszen az ők is nagyon szép eredményeket értek el. Több csapatunk szerepelt első osztályú utánpótlás bajnokságokban, nyilván a korosztályuknak megfelelően. Ők milyen eredményeket értek el? Ahol lehetett, minden csapatunk első osztályba indult, nagyon kevés ilyen klub van Magyarországon. Sőt, azt hiszem, hogy a lányok is első osztályú, meg a fiúk is első osztályú, az akadémiákon kívül nincs ilyen klub Magyarországon. Erre nagyon büszkék vagyunk. De visszatérve a fiúkra, régióban mindenhol bajnokok a fiaink. Első osztályba a 14-esek, 15-osok is középházba végeztek, azt jelenti, hogy 7-12. Helyen. Az U16-os csapatunk 3 akadémiát megelőzve lett a végén 5. helyezett az U16-os első osztályú csapatba. A serdülőink is középen végeztek, az ifistáink pedig éppen csak lecsúsztak a dobogóról, de ha már ifi csapat. Ahogy Dárdai Pál mondta, nem az a fontos, hogy ki nyeri a Farsangkupát meg a Húsvétkupát, hanem ki hány játékost ad fel a következő szintre. Ebben nagyon sokat lépett elő a gyöngyösi kézlabdaklub. A lányoknál is és a fiúknál is nagyon-nagyon nagy az átjárás a csapatok között is, és amire szerintem a legbüszkébbek lehetünk, a legnagyobb eredményünk, az pedig az ifi csapatból szinte mindenki volt már felnőtt edzésen, és a Liga Kupa döntő első meccsén 6 gyöngyösi születésű, végig gyöngyösen nevelkedő játékosunk volt a csapatban.
óriási nagy dolog ez. Attila, a klub részéről hogy néz ki jelen pillanatban az utánpótlás helyzete? Pilu többször említette az akadémiák szót. Ez nekünk valahol mindig egy szívfájdalom, hogy az eredményességünkhöz mérten azért akadémiai színvonalat tudunk teljesíteni, töredéke anyagi ráfordítással, illetve hozzájárulással, mint az akadémiák? Hát ez egy nehéz kérdés. Nem tudom, hogy hogy tudok ebből úgy kijönni, hogy jó gondolatot fogalmazzak meg. Igen, az akadémiának egyik oldalról látunk nagyon nagy lehet, vagy jelentőségét, hiszen a legjobb játékosok menjenek akadémia, és képezzék őket azon a szinten, amit nem minden klub tud megoldani. Ez egy picit talán mások, mi szerintem meg tudjuk oldani, de mindegy. Ettől függetlenül az, hogy ilyen nagyszám akadémia van, az talán nehezen indokolható. Az, hogy milyen nagyszámú gyereksereget igazolnak le, azt is nehezen értjük. És hogyha ezeknek a gyerekeknek a versenyeztetését nézzük, és hogy némelyik csapatot milyen osztályban versenyeztetek, azt már kifejezetten nem értjük. Azt gondoljuk, hogy próbáltuk a szövetségbe több helyen hangot adni ezeknek a nehézségeknek, és talán eljutottunk odáig, hogy az MKS-nek a szövetség is egy picit így visszavonult fújt, és kicsi keretet adott annak, hogy mennyi játékos célszerű egy akadémiába igazolni, és ez amúgy nagy segítséget fog jelenteni az összes többi egyesületnek, hiszen megmaradnak a játékosaink. Pillanatban említette, hogy folyamatos dilemma az, hogy miért nincs nekünk lány ifi csapatunk, és feltett kézzel állunk, mert minden évben elviszik őket. Tehát, hogy egyszerűen nem tudunk annyi jó gyereket képezni, amit nem tudna felszívni az akadémia, ezért nem tudunk alternatívát nyújtani az ifi csapatba. Sajnos anyagilag meg nem tudunk nagy csapatot, ami meg amúgy talán szükséges lenne, hogy ténylegesen alternatív legyen a lányok oldalra. Fiúk oldalra azt hashtag meg tudjuk oldani, és tényleg, ahogy beszéltük, a fiataloknak van egy olyan példa, hogy el tudnak érni a nagy csapatba, és emiatt, hál' Istennek, ez a fluktuáció nálunk nem jellemző, de iszonyatos mennyiségű kérő van a fiú oldalon is, csak hál' Istennek ott meg tudnak maradni, vagy itt tudjuk őket tartani. És az akadémiára, hogy mennyire, tehát az akadémia egyik oldalon mondtam, hogy van hasznos oldala, és a árnyoldalait is említettem, de emellett a szövetség próbál kialakítani egy másik, egy szakmai oldalon dominált akadémiákat, ami nem jelent akkor anyagi előnyt, mint az előző akadémiák, viszont ott tényleg a szakmát jobban előtérbe helyezve és díjazva az, hogy az előbb említett eredményeket. Hát gyakorlatilag 33 egyesület pályázik erre a címre, illetve felelt meg azoknak a kritériumoknak, ami alapján pályázhat, és 10 egyesület lesz kiválasztva. Ez a kiválasztáson meg kellett volna lennie, egyelőre nem történt meg, de hát 10 egyesület van, aki elvileg ezt a díjat. Nyugtass meg mindenkit, mi benne vagyunk ebbe a 10-be, ugye? Ebbe a 10-be mindenki. Nagy valószínűség benne vagyunk, de még nem történt eredményhirdetés, és igazából nincs róla információnk, hogy következő szezon melyik egyesület lesz benne a 10-be, annak ellenére, hogy már jövőre így kell dolgoznunk. Tehát vannak ilyen érdekes dolgok az egyesület életében. Pilu, a következő évnek a tervezése az mindig egy sarkalatos pont az utánpótlás csapatoknál. Ugye most edzőváltozás is van, az edzői stábot is át kell szervezni, nyilván korosztályt is lépnek a csapatok, ahogy említetted, több játékos, főleg a lányvonalon elmegy akadémiákra. Hogy néz ki a következő évi terv? Aztán majd jövő évre ilyenkor visszatérünk az eredményekre. Igen, és ez a legnehezebb, hogy igen, nekünk tervezni kell, és sajnos olyan sok körülmény van, ami meg aztán felbújtja ez a tervezés. És igen, az első a létszám dolgok, ugye a lányok tudjuk, hogy elmennek 80, de sajnos éppen a mai napi információs, mert 12 éves fiúkat és lányokat is csábítanak már. Tehát igazából azt nem tudom, hogy jövőben 13 éveseknél hányan leszünk, de próbálunk optimisták lenni nyilvánvalóan. Valóban egy szóval fluktuáció az edzői gárdában, soha nem volt még az én tegnálásom meg. 6 edző is új korcsoportba, új csapattal fog kezdeni, de azt gondolom, hogy eddig is megoldottuk ezeket a problémákat, ezután is meg fogjuk oldani. Igazából lesz egy pici változás, U20, U18, U16 lesz a fiúknak az első osztály, a csúcs a gyermekbajnokságon túl, a lányoknál lesz U19, U17, más lesz picit a nevük. Mondom, soha nem volt még Gyöngyösen a JKK-ban ifi csapat, lány ifi csapat, most jövőre már ez is lesz, ez azt gondolom, hogy előrelépés lesz, illetve a hosszú távú koncepciónkban ez abszolút beleillik, és hát nyilvánvalóan a gyermekbajnokságban
és a kisiskolás bajnokságba, a minőség mellett picit a mennyiségre is szeretnénk újra figyelni, és hát továbbra is dominálni itt a régióban. Térjünk vissza azokhoz a fiatalokhoz, akit az előző beszélgetésben említettünk, hogy M1-es kerettagok, és már nagyon sok játék lehetőséget kaptak az idei évben is az M1-es fiúcsapatban. Mátyás Balázs, Szucsik Benedek, Gulyás Máté, Karnok Donát, korosztályos válogatottak is vannak köztük. Mit kell tudni az ő jövőjükről, az ő jövőjüket, hogy tervezzük? Amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, ezek az összes fülyes gyöngyösi születések, és végül gyöngyös utánpótlásban vannak, mert sajnos azért Magyarországon az utánpótlás nevelést sokan sokféleképpen értik. Nagyon sokan büszkék az utánpótlás nevelésükre úgy, hogy mondjuk egy vagy két évet van náluk az ország másik feléből érkezett játékos. Mi arra vagyunk büszkék, hogy ezek a fiúk mind gyöngyösiek, itt kezdtek el kézlabdázni a Szivacsba, és itt is érhetnek oda, hogy felnőtt csapat tagja legyenek. De ami fontos, nálunk a tanulás mellett van a sportolás. Ezeknek a fiúknak a 90%-a a Berzenagy János gimnáziumban tanul, vagy már végeztek, vagy végzősök lesznek, tehát az első feladatuk ott jól teljesíteni. A másik feladatuk pedig a felnőtt öltözőbe való megfelelés, aztán a felnőtt edzésen való megfelelés, és a végén pedig a játékpercekkel való érés. Ez egy nagyon nehéz, nagyon nagy türelem kell hozzá a részükről is, de azt gondolom, hogy pontosan az intelligenciájukkal ezt jól felfogják, és nyilván ez mellett pedig az U20-as csapatba kell nekik még bizonyítani. Nagyon figyelünk a ne égessük ki őket, nehogy túljátszassuk őket, az ezt is látjuk, hogy ebbe a korosztályban pontosan ezért van nagyon sok sérülés, mert hogy nagyon, nagyon nagy terhelést kaptak a gyerekek a iskola mellett a sportba is, azért próbáljuk az ő pályafutásokat is figyelni. Azért ezt a kérdést most nem bontjuk ki bővebben, hogy az öltözőben hogy kell megfelelni a fiúknak. Ez maradjon egy nyitott és megválaszolatlan kérdés. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltatok ismét. Nagyon kellemes nyarat, nagyon jó pihenést kívánok, és július közepén, augusztus elején indul az új szezon, legalábbis az alapozással, az edzőmérkőzésekkel, és akkor találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!